a faluban, ugye magyar melegítőbe mentünk, és jöttek szembe az izraeliek. És az egyik fiú megállított, és azt mondta, hogy te vagy a Székely Éva? Mondom én. Azt mondja, hogy én a birkózók edzője vagyok, és szeretnék veled beszélni. Hát mondom, jó, gyere, üljünk le, aztán mesélj, mit csináltok. Szóval a fiúkkal szemben van, a magyar fiúkat adott, külön van a szállás, a nő meg a férfi, vagy volt legalábbis. Azt mondja, gyere itt a szállásunknál, leülünk, aztán beszélgetünk. És azt mondja, tudod, én nem akartam idejönni. Én Auschwitzban megúsztam, hogy életbe maradtam, és azt mondtam, hogy ebbe a rohadt országba én a lábam be nem teszem. De én úgy, de a fiúk úgy könyörögtek, a birkózó gyerekek, hogy nem jönnek edző nélkül, hogy eljöttem velük. Na, ez volt délelőtt. Éjjel hallottam, én azt hittem, hogy öröm, mit tudom én, mit örömtűz. Megyünk át a fiúk szállására, mondják, le volt zárva ott az egész, hát beengedtek a fiúkot. Most így Sriyen szemben voltak az izraeliek, és két pali feküdt letakarva kin a földön. Az ablakban meg ilyen harisnya volt, az ablakok előtt álltak ilyen gengszterek, és hát akkor elmesélték, ez volt az első. Ez védte a gyerekeket, ez a birkózó edző, aki nem akart többet Németországba jönni, akit lelőttek. És ott feküdt, én azt hittem megbolondulok. Tudta, hogy nem szabad neki ide visszajönni.